piac és a raktár épület is épül Az erre a célra elnyert pályázatot jövő decemberig kell befejezni. A beruházásra 133 millió forintot fordíthat a település, további 50 milliót pedig a csapadékvíz elvezetésére költhet. Vannak apróbb fejlesztéseink, ami megindult egy 5 millió forintos konténerpályázat, már a konténerünk hűtőkonténer az üzemel, a savanyító üzemünket ez mellette kiszolgálja ilyen dolgokkal, de vannak még kisebb pályázatok, ami úgy ilyen ki van érve, a Ludastói útnak a tervezésére 13 millió forintot kaptunk, és ezen a 13 millió forintból, ami fennmarad, a belső úthálózatnak a fejlesztésére tudjuk fordítani. Geszteréden nagy területeket térköveztek le, a polgármesteri hivatal melletti szakaszon például 600 négyzetméternyi parkoló kapott saját készítésű térkövekből. Az ehhez szükséges anyagokat is a közfoglalkoztatásban gyártják le, és a munkát is a programban résztvevő emberek végezték el. Geszteréden 120 ember vesz részt a közfoglalkoztatási programban, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy értelmes, értékteremtő munkát végezenek. Ennek a programnak a részeként készült el a parban a már meglévő filagória mellé egy újabb, így a rendezvények alkalmával 300-350 ember tudnak kultúrát körülmények között vendégül látni. A települést a közmunkaprogramban végzett tevékenységért ki is tüntették, az elismerés 7 millió forint plusz forrással is járt. Ebből az összegből további beruházásokat, fejlesztéseket valósítanának meg. Amikor megkaptuk ezt a 7 milliót, a képviselőtársaimmal úgy beszélgettem, és most úgy jártunk, hogy ez a 7 millió, ez tényleg nagyon sok pénz, de amire nekünk szükség van, ahhoz kevés. Most úgy gondoltuk, hogy ha még Teszünk is hozzá, pótolunk hozzá az önkormányzatnak a saját bevételéből, a mezőgazdasági programnak a bevételéből. Valahogy másképp próbálnánk csinálni, még többet, a 7 milliót többre szeretnénk hasznosítani. Szeretnénk belőle venni egy markulógépet, egy GCB-re vagy egy caterpillar -re. nem újat, mert azt tudjuk, hogy nagyon sok 10 millió, de nekünk van egy régi, és a helyet szeretnénk egy újabbat, és még kettő teherautót ugyanúgy, inkább még pótolunk hozzá, mint hogy ér ne tudjuk úgy elkölteni, hogy annak hasznát mennénk. Szóval mi egy cseppet olyan gesztelidék, olyan büszke emberek vagyunk, és úgy érzem, hogy van is, mire büszkék legyünk ezekre a dolgokra. Az 1956-os forradalmi hősök előtt tisztelgő emléktábla is pályázati forrásból készült, azt a polgármesteri hivatal falán helyezték el. Járdát is építettek, a település szépítését tavasszal gömbszivarfákkal folytatják. 2017-ben a megyei tűzoltóversenyt is Geszteréden tartották, de a hagyományok ápolása is fontos. Elindították az Aranyszabja Társaságot azért, hogy az értékeket megőrizzék az utókornak.